Marjorie Schmidtnek egészségügyi problémái voltak. A javulás érdekében férjével melegebb éghajlatra költöztek. Marjorie jobban lett, de anyagilag egyre nehezebb helyzetbe kerültek, míg nem megtalálták azt a befektetést, amely tartós hozamot ígért. Rad Schmidt építési vállalkozó a forgalmas dél-dakotai városban lakott, és a gazdasági válság ellenére nem kellett panaszkodnia. Feleségével nagyon szerettek a középnyugaton lakni, de pár évvel ezelőtt melegebb vidékre kellett költözniük Margary egészségügyi problémái miatt. Arizonát választották. Aggódtam amiatt, hogy a testem nem működött megfelelően. Rad azt gondolta, nem lesz problémája új megrendeléseket kapni Arizonában sem, de mégsem kaptak elegendőt. Bizonyos dolgokat már nem tudtunk kifizetni. A jövedelmünk harmadára csökkent. Ezek után megismerte a tizedfizetés bibliai alapelvét. Nagyon megdöbbentett a dolog. Tudtam, hogy meglopom Istent azzal, hogy nem fizetek tizedet és nem adakozom. Margary ugyanezt az üzenetet hallotta a 700-as klub adásában. Elkezdtek tizedet fizetni, és nem sokára egyre több megrendelés futott be, míg végül anyagi életük stabilizálódott. Közben Margary egészsége is sokat javult Arizonában. Miután meggyógyult, úgy érezte, Isten újra Dél-Dakotába vezeti őket. Na, az nem lehet, gondoltam. Már 12 éve itt lakunk, kialakítottunk egy új életvitelt, új gyülekezet, új barátok, új vállalkozás. Nem akartam elköltözni. Rad is elkezdett imádkozni a költözéssel kapcsolatban, és rájött, hogy Isten tényleg Dél-Dakotába vezeti őket. A költözés után azonnal megrendelései érkeztek, és a bevétele a kétszerese lett annak, amit Arizonában keresett. Ez csak Isten lehetett. Senki más nem tudja így megszervezni a dolgokat, kapcsolatokat. Ezt Isten tette. Ő adta ezt a munkát. Olyan boldogok voltunk. Mondtam is, nézd Isten, milyen jó. Meg vagyok győződve arról, hogy ahogy tovább adakozunk, Isten is adni fog. Azt mondta, adjatok, és nektek is adatik majd.